Igazából az Ayurveda, sokan voltak már itt nálam állapot felmérésen, és pár dolgot elmondtam. Igazából ez egy nagyon csodálatos, nagyon ősi tudás. Igazából az ősi gyógyításnak a legcsodálatosabb és legősibb eszenciáját tartalmazza. A keleti és a nyugati gyógyítási eljárások is mind ebből táplálkoznak. Körülbelül 5000 éves hagyományra tekint vissza, és amiért nagyon fantasztikus és nagyon csodálatos, hogy egészen más szemlélete van, mint a nyugati orvoslásnak, és hát nagyon sok természetgyógyászati eljárásnak is. Tehát nagyon egyedi és nagyon különleges. Miben áll ez? Tehát igazából az Ayurveda az embert úgy tekinti, mint egy intelligencia mező, és ez az intelligencia mező tulajdonképpen a mi tudatunknak a kivetülése. Tehát mi nem egy test vagyunk, egy fiziológiai fehérje és aminósav és mindenféle vitaminoknak meg szénhidrátoknak a halmaza, hanem mi egy intelligencia mező vagyunk. És ez az intelligencia mező mindig olyan, mint amilyen a tudatunk. Ha van nekünk valamilyen testi problémánk, akkor ez mindig olyan, mint amilyen a tudatunk. És nagyon fontos az, hogy ha testi problémáink vannak, akkor mindig tudjuk azt, hogy ez nem azért van, mert valami elromlott. Tehát az ember nem egy gép, amivel kibeszerelünk dolgokat, és aztán majd megjavul, és akkor el lehet vinni a szerelőtől. Tehát ez nem így működik. Mi bennünk, a tudatunkban, ha rendezetlenség van, mindig megjelenik a testünkben. De ez a rendezetlenség, a betegség valójában csak és kizárólag úgy oldható meg, és hozható rendbe teljes egészében, ha a tudatmezőt is rendbe tesszük. Az Ayurveda a testtel és a tudattal egyaránt foglalkozik. Igazából amiért nagyon csodálatos az az, hogy egy végtelen harmóniát, egy bölcsességet hoz az ember életébe. Azt, hogy megismerjük saját magunkat, hogy hogyan működünk, milyen elvek szerint vagyunk felépítve, milyen törvények, milyen természeti törvények vonatkoznak ránk, és ezek a természeti törvények hogyan jelennek meg bennünk is, a mi szervezetünkben. Ugye a bölcsesség azt mondja, az ajurvédikus bölcsesség, hogy ami kint, ugyanaz bent, ami fent, ugyanaz lent. Tehát mi kozmikus lények vagyunk. Teljes egészében ugyanarra az analógiára jöttünk létre, mint ami az univerzumot felépíti. Mi nekünk ez a végtelen bölcsesség, ez építi fel az egész szervezetünket, és ugye a tudatunk is ezen virágozva él, és ezért tulajdonképpen az ember nem csak egy mikrokozmosz, az univerzumnak a kicsinke leképezése, hanem egy mikroteosz is, tehát ugyanaz a isteni intelligencia végtelen szeretet épít fel minket, mint ami létrehozta ezt az egész világot. Amiért nagyon csodálatos, hogy ezt az egyensúlyt segítek az embereknek én helyreállítani. Az Ayurveda ez egy nagyon bonyolult és nagyon komplex tudomány. 15 percben ezt nem tudom elmondani, még címszavakban sem. Inkább én arra gondoltam, hogy elmondom azokat a lehetőségeket, amiket az Ayurveda ad. Mi az az Ayurveda? Ugye beszéljünk erről egy kicsikét. Hát az Ayurveda az az élet tudománya. Az élet bölcsesség és az egyensúly tudománya. Mert ugye mi az élet? Az élet az maga az egyensúly. Ha egyensúlyban vagyok, akkor boldog vagyok, egészséges vagyok, teljes vagyok, teljességet élek. Ha én harmóniában vagyok a természettel, akkor gyakorlatilag az egészség az virágzik bennem. Ragyogás van bennem, és ragyogás van kifelé. És ugyanezt a ragyogást látják az emberek, hogy ez egészséges. Ezt úgy nézem ezt az embert, olyan harmónia van benne, olyan boldogság sugárzik a szívéből és a lelkéből. És ez a lényeg. Tehát mi mindannyian lelkek vagyunk, ugye elsősorban. És ez a lélek, hogyha boldog és jól működik a teste, amiben létezik ez a lélek, akkor mi úgy rendben vagyunk, ugye akkor azt mondjuk, hogy minden oké az életünkben. Ha megzavarodik az az egyensúly, akkor viszont ugye tehetünk bármit, hát szenvedünk. Na most az emberi élet nem a szenvedés. Akik azt tanítják, hogy emberek azért vagyunk ezen a földi síralomvölgyön, vagy völgyben, hogy szenvedjünk, és ugye ez csak ilyen föntieknek a büntetése, hát ez nagy tévedés. Mi azért vagyunk itt, hogy boldogok legyünk. És a boldogságnak a tudománya az Ayurveda. A védikus tudás, hogy ez Indiából származik több mint 5000 éves, de ez nagyon fontos tudni, ezt mondom mindig, amikor csak így előadást tartok, hogy ez nem az indiaiak tudása. Igaz, hogy ők látták meg, az ősi rísik, a nagy bölcsek, akik a mély meditációjuk csendjében ráhangolódtak a védára, a tudásra, ami egyébként ott van mindenhol, körülöttünk lévő természetben, bennünk, a mi testünkben, mindenhol. Igazából ez a véd, ez itt van, mindenki számára elérhető, hiszen mi magunk is a véda vagyunk. Mindenkit a teremtő intelligencia hozott létre ezt az egész univerzumot, a galaxisokat, a naprendszert, minket, embereket, az összes élőlényt, minket is ugyanaz az intelligencia épít fel. Na most, hogyha az önmagunk belső forrásával való kapcsolatot fel tudjuk eleveníteni,
vissza tudjuk hozni azt a határtalan belső boldogságot, ami ugye minden embernek a jussa volna, akkor mi nagyon boldogok lehetnénk. Ugye a védikus bölcsek azt mondják, hogy az ember olyan, mint szomjas hal a vízben. Hát ez egy eleve egy nonsense, ugye mi az, hogy szomjas hal a vízben, pedig hát csak ki kéne nyitni a szánkat, inni kéne a boldogság óceánjából, amiben ugye úszkálunk. Na most elveszítettük a kapcsolatot a belső békével, a boldogsággal, letértünk az egyensúly útjáról. A betegségek azért alakulnak ki, mert elfelejtettük a természettel való harmóniát. Azt, hogy amit az ősi bölcsességek mondanak, akár a Biblia, vagy a Védák, vagy bármilyen szent irat. Ugye ott leírták a bölcsek, hogy mi a helyzet, és hogyan kellene mennünk úgy, hogy egészségesek legyünk. Hogyan kellene az életünket élni úgy, hogy harmóniában legyünk a természettel. A modern ember ezt elveszítette. Az élet lényege az aktivitás és a pihenés. A modern ember viszont nem pihen, csak aktív. Még éjszaka is nagyon sokszor ugye dolgozik. Tehát az egyensúly nagyon komolyan felborult az a modern ember életében. Ezért vannak a betegségek, az idegrendszeri, emésztőrendszeri betegségek, és azért alakulnak ki a méreganyagok az emberi szervezetben, amiket az ájurvéda úgy hív, hogy áma. Ezek az áma dolgok, ezek méreganyagok, toxikus anyagok, amiket nem tudtunk megemészteni, rossz ételeket eszünk, amiket nem tudunk feldolgozni, de a tudatunkból, a félelmeink, a stresszeink is mind-mind álmát hoznak létre. Na most, hogyha mi csinálunk egy terápiát, akkor mindig azt csináljuk, hogy kitakarítjuk az emberből a szemetet, a fizikai mérgeket, és rendbe tesszük az emésztését, a tüzet, az agnit, ami tulajdonképpen az életnek a tüze, az életnek a forrása bennünk. Ha ez rendben van és jól működik, akkor egészségesek vagyunk, teljesen boldogságot élvezünk, hiszen az a táplálék, amit mi megeszünk, nagyon fontos, hogy egy csodálatos transformáció kell, hogy keresztül menjen. Mihez? Az élettelen anyagból, a táplálékból egy élő anyag lesz én. Az én tudatom, az én testem. Ha az agni, a tűz ezt meg tudja tenni, akkor egy remekül működő boldog test van, és ezen egy boldog tudat. A boldog testben úgynevezett ójasz, tiszta boldogság, boldogság hormon termelődik, ami aztán felfelé áramlik a szervezetbe, és az agyban is szóma keletkezik, ezek az agyi hormonoknak a terméke, ami boldogság hormon. Egy boldogság hormonban belső, jó létben élő ember, ugye boldogságot a ragyogás sugároz kifelé is, és befelé is egy boldogságot tapasztal. Most ugye ez a mi jussunk, ez a belső boldogság, ez alapvetően mindig itt mi nálunk kezdődik. Tehát nagyon fontos, ezt én mindenkinek hangsúlyozom, hogy soha ne várjátok azt kívül, hogy majd titeket valaki meggyógyít, boldoggá tesz, rendbe rak, stb. Persze lehet segíteni, hiszen nagyon sok segítő ember van, el kell fogadni és meg kell köszönni a segítségüket, és lehet is segíteni. De alapvetően a legfontosabb, hogy én tegyek saját magamért valamit. Ha én teszek magamért valamit, akkor nagyon komolyan rendbe jöhetek. De ha semmit sem teszek, csak mindig kívülről várom, akkor semmi nem fog történni. Az állapotom konzerválódik. Az ájurvédában én azt tudom mondani, hogy az időnk az nem olyan nagyon sok már, ami hátra van, bár Timit kértem, hogy majd jelezze, de igazából amit én nagyon tudok javasolni, már jeleztél? Ja jó, oké. Okay. Tehát igazából ami nagyon-nagyon fontos, hogy tehát amikor eljön hozzám valaki egy konzultációra, akkor a pulzus diagnózis, pulzus elemzés segítségével megnézem azt, hogy ő benne milyen egyensúlytalanságok vannak. Az ájurvédában ezt a nádi vigyának nevezett eljárást sok ezer év óta gyakorolják ennek a tudósai. Na most, hogyan működik ez a pulzus diagnózis, ez megér egy misét, de néhány pillanatot biztosan, ugye ebben a nagyon rövid kis időben. Úgy működik, hogy a szívünk generál egy energiahullámot, és ebben minden benne van az egész szervezetről. A szívünk ugye ez a legtökéletesebb szervünk, a szívünkben minden benne van. A szívünk mindenről tud, ami bennünk zajlik. Ugye, na most a szívünkben lévő információ, ugye a véráramon keresztül ez a lüktetés, az az élet árama, ez megmutatja nekünk azt, hogy mi van a szervezetben. Ugye olyan tökéletes műszert, mint az ember, még soha senki nem alkotott. A nyugati orvos csak azt tudja látni, amit az ő gépei megmutatnak. Ez nagyon fontos. Tehát a betegségek, amikor már a gépek számára láthatóak, akkor már nagyon sok fázison keresztül mentek. A betegségek mindig úgy alakulnak ki, hogy egy nagyon picike egyensúlytalanság következik be. Vagy hogy rosszat eszünk, rossz napi rendünk van, vagy félünk, stresszesek vagyunk, letérünk az egészség és az egyensúly útjáról, és a szervezet elkezd elromolni, elveszítjük a harmóniát.
Na most ilyenkor valamelyik minőség, ami minket felépít, valamelyik életinformáció váltott itt a kapu, hogy ezek az életnek az információ, az energiái, ezek elromolnak, megzavarodnak, elkezdenek valahol vándorútra kerülni a szervezetbe, valamely szervet körbevesznek, megbetegítenek, legyengítenek, komolyan megbetegítenek, krónikussá váló betegséget hozva létre. 5-6 fázison megy keresztül a betegség, míg végül nagyon súlyossá válik. A harmadik fázisban szokta általában a nyugati orvos a gépeivel felfedezni, hogy van valami zavar. Most mi ezt már a púzusból azonnal látjuk, hogy valamelyik minőség, a váta, pitta, kafa elmozdulja, a váta, levegő, étel, a pitta, a víz és a tűz, a kafa pedig ugye a folyadéknak és a fölnek a minőség. Ugye a váta, pitta, kafa, ez a három minőség, ezek a ájurvédikus alapelvek, amelyek szerint ugye mi megnézzük, hogy kinek milyen problémája van. Ha valaki eljön hozzám, akkor erről beszélek neki, ugye hosszasabban is természetesen. Most az ájurvédikus terápiában nagyon-nagyon fontos az, hogy lépésről lépésre szépen apránként haladunk. Konkrétan azt tudom mondani, hogy csodát nem szabad várni, hiszen az emberi test nem tud úgy változni, mint az emberi gondolat. A gondolat egyik pillanatban ezt gondolja, másikban meg azt. Ugye a test nem tud így változni. A test mindig a tudatomnak a kivetülése, de időt kell neki hagyni arra, hogy tudjon változni, hogy tudjon rendbe jönni. Az emberi test az egy csodálatos, fantasztikus szerkezet, de nem olyan gép, mint ahogy azt gondolták pár száz évvel ezelőtt. Ez a szerkezet, ez alapvetően a mi lelkünknek, a tudatunknak a kivetülése. Tehát nagyon fontos az, hogy lélekben, lelkiekben mi stabilitást élvezzünk. Általában mindig a váta minőséget szoktuk meggyógyítani, rendbe tenni, ami az idegrendszert is vezérli. Ugye az az ember, aki ideges, feszült, általában valamilyen pszichoszomatikus betegséget is fog magának produkálni. Na most mindig a probléma gyökerét keressük. Nem a tüneteket, hanem azt, hogy miért van a baj. Megtaláljuk a probléma gyökerét, és akkor lépésről lépésre, apránként megtaláljuk a megoldást. Most az ájurvédában mi használunk gyógynövényeket, gyógyteákat, mindenféle olyan készítményeket, amelyek nagyon természetesek, és az intelligencia, a finom intelligencia szintjén hangolják át a szervezetet. Most nagyon fontos az, hogy mi nem kémiai úton módon próbálunk gyógyítani, hanem ezekkel a nagyon finom alapelvekkel, életmódtanácsokkal, olyan dolgokkal, amelyek egyszerűek, nagyon-nagyon egyszerűek, de nagyon hatékonyak, csak idő kell hozzá, pár hét, egy-két hónap, nagyon súlyos betegek is rendbe tudnak jönni. Én azt tudom mondani, hogy refluxostól, idegbetegtől, daganatos betegig, nagyon sok embert láttam, nagyon sok száz emberrel találkoztam, és tudtam segíteni neki. Lejárt az időm. Úgy lassanként. Jó, akkor lassanként be is zárom. Én azt tudom mondani, hogy ezek a csodálatos események, amiket én láttam, és tudtam nagyon sok embernek segíteni, ezek nagyon nagy boldogsággal töltenek el engem, ugyanis én is megjártam a hadak útját, ezt mindig el szoktam mondani. Gyerekkoromban nagyon sokat voltam beteg, és én mindig kaptam antibiotikumot ugye a doktor Nini-től, akihez anyukám elvitt. És hát ugye már ilyen gyerekkoromban ugye a mája megnagyobbodott, akkor volt, mint egy alkoholistának, ugye elég komoly problémái voltak, reflux, krónikus fejfájás, vesekő, mindenféle nagyon kellemetlen és szörnyű problémák, ezeket nem is sorolom, mert már nem is szeretek róla így beszélni. Lényeg a lényeg, hogy rendbe tettem magam, mert azt mondtam, hogy nem tudom elfogadni azt, hogy én nekem betegen kell lennem, hiszen az ember azért van, hogy boldog legyen, hogy élje az életét. A bölcsök is erről beszélnek, hogy mi boldogságra születtünk, kozmikus lények vagyunk, isteni lények vagyunk, csodálatos, hihetetlen belső boldogság van bennünk, csak vissza kell építenünk a harmóniát és az egészséget. Én azt tudom mondani így nagyon röviden zárásként, hogy mindenkinek tudok segíteni. Jelmondatunk az, amit a sok ezer évvel ezelőtt élt egyik leghíresebb ájurvédikus orvos, Charaka mondott, hogy az a mi célunk, hogy az egészségeseket megerősítsük, a betegeket pedig meggyógyítsuk. Úgyhogy ha valakit érdekel ez a dolog, akkor szívesen állok rendelkezésre, itt a bejáratnál dolgozunk. Van egy kollégám, aki masször, és az ő terápiás eljárásait is itt most nagyon csekéke díjazásért ki lehet próbálni, meg lehet tapasztalni, aztán hogyha valaki egy komolyabb konzultációt is szeretne, akkor erre is van későbbiekben majd lehetőség. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem.